A Világliga negyedik hely után az Univerziád és a világbajnokság előtt a magyar női vízilabda válogatott. Merész András csapata az újabb nyári feladatokra a hazai rendezésű tornán hangol. A brit, a holland és az orosz válogatott küzd majd a mieinkkel az első Dunaújvárosi Főiskola kupáért. Dr. András István, az Újvárosi Főiskola rektora és Huszka Zsuzsanna, a helyi vízilabda egyesület marketing és kommunikációs vezetője számol be a részletekről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Dunaújvárosban az utóbbi években nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be a női vízilabda, hiszen volt olyan időszak, amikor 5 éven keresztül az újvárosiak szerezték meg a bajnoki címet. Minek köszönhető, hogy ennyire népszerű ott a vízilabda sport, és elsősorban a női szakág? Hát, ha jól emlékszem, akkor 13 év alatt 80 lett az Újvárosi Főiskola. Egyszer 5-ször, egyszer pedig 3-szor zsinórban. Így van, bajnok. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó együttműködésnek köszönhető ez, amelyik kialakult a Vízilabda Egyesületünk és a főiskola között. Igyekszünk egy nyugodt légkört teremteni a sportoláshoz, a hallgatóinknak. Többfajta módon támogatjuk őket a sikeres sportéletben. Ilyen például, hogy egyéni tanrendet biztosítunk számukra, tehát az oktató és a hallgató közösen alkalmazkodik egymás idejéhez. Emellett, ha valakinek nem sikerül elnyernie állami ösztöndíjat, akkor költségtérítésmentes lehetőséget adunk neki arra, hogy tovább tanuljon a felsőoktatásban. Ezen kívül a kollégiumi elhelyezést is térítésmentesen adjuk a hallgatóink számára, és én azt gondolom, hogy ez azt is jelenti, hogy az a légkör, amit ott nálunk megtapasztalhat, az segíti a felkészülését. Még egy dolgot hadd emeljek ki. Fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak kiváló sportoló legyen a hallgatónk, hanem jó tanulmányi eredményt is érjen el. Ezért az edzővel, Mihó Katilával, illetve az oktatási vonalon a rektor helyettes asszonya közösen a hallgatói önkormányzat áll a háttérben. Minden évben 3 kiváló hallgatónak, aki remek sportoló, kiemelt sportösztöndíjat adunk oda. Ez azt jelenti, hogy 70 000 forintot minden hónapban, hogy segítsük ezáltal is az eredményes felkészülését. Tehát én azt gondolom, hogy egy biztos hátteret biztosít a Dunaújvárosi Főiskola ahhoz, hogy sikeres légkörben tudjanak a hallgatóink felkészülni a sportversenyekre. Picit emlékeztet ez engem az amerikai egyetemi rendszerre. Igen. Ez a példa? Ez szolgál valamiféle mintaként, sorvezetőként? Igen, nyugati példa alapján jött ez az ötlet, az együttműködés a Dunaújvárosi Főiskola és a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület között. Ez már, hogyha jól emlékszem, 2002 óta működik. Azóta vagyunk együttműködésben a főiskolával. És ez mennyire eredményes, mennyire sikeres az egyesület szempontjából? Az egyesület mennyivel választják többen így a Dunaújvárosi pólócsapatot? Hát főleg a mai viszonyokat nézve, hogy a felsőoktatásba bekerülni nem egyszerű dolog. Nálunk minden felnőtt korú játékos a Dunaújvárosi Főiskola hallgatója. Ahogy rektor úr is említette az imént, aki állami ösztöndíjat nem tud elnyerni a tanulmányai alapján, annak költségtérítés mentességet biztosít a főiskola. Tehát ez mindenképpen szerintem egy olyan ok, ami csábítóvá teheti a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesületet. Hát, ahogy én nézegettem a Dunaújvárosi Egyesületek eredményeit, szereplését az elmúlt időszakban, szinte a női vízilabda csapat az egyedüli, amely meg tudta őrizni a pozícióját az élmezőnyben. Vannak a városban, amennyire tudom, olyan egyesületek, amelyek sajnos nem tudták a korábbi sikereiket meg sem közelíteni. Hát Dunaújváros nagyon sokáig a sport fővárosaként volt számon tartva a magyar sportéletben. Én azt hiszem, hogy még ma is azért a sportsűrűség, hogy így fogalmazzak, az meglehetősen magas, ez vitathatatlan. Magas Dunaújvárosban. A főiskolán mi két dologban szeretnénk jól teljesíteni. Az egyik a vízilabda csapatunk, de van egy kézilabda akadémiánk is, azt az önkormányzattal közösen, Dunaújváros megyei jogú város önkormányzatával közösen működtetjük, és azt gondolom, hogyha ezen a két területen sikeresek vagyunk, akkor versenysportban, utánpótlásban a magunkét már megtettük, de ezen kívül van egy másik sportegyesületünk, a főiskolának egy különálló sportegyesülete, amiben a floorballtól kezdve
nagyon széles spektrumát kínáljuk a hallgatóknak, a versenyzési lehetőséggel egybekötve. De versenysport szempontjából számunkra a vízilabda csapatunk az, amelyik igazán eredményes tud lenni a jövőben is. Elsősorban ugye a női szakágról beszélhetünk a sikerek és az eredményesség kapcsán. Mi a helyzet a fiúkkal? Mert nem nagyon tudok mondani más olyan egyesületet, lehet, hogy van, ahol ennyire nagy a különbség a női és a férfi szakák között a hölgyek javára. Igen, a férfi szakágunk valamivel később indult meg, mint a női szakág. Ők idén az országos másodosztályú bajnokságban szerepeltek, ahol 12. helyet értek el. Nekik még fejlődniük kell utánpótlás és felnőtt szinten is, de a fejlesztés az folyamatosan történik. Gondolom, hogy a Dunajvárosban zajló munka elismerése az is, hogy ez a rangos női torna, a hétvégi torna oda kerülhetett. Hát nagyon remélem. Tehát mi nagyon szeretjük az ilyen eseményeket, tehát próbálunk jó házigazdák lenni. A kollégiumi elhelyezést, a szállodai elhelyezést azt örömmel oldjuk meg, és mindenben igyekszünk kielégíteni a legfinomabb nemzetközi igényeket is. Tehát remélem, hogy ez elismerés is egyben, de szeretjük az ilyen kihívásokat, amik akár a külföldi hallgatókkal, akár a versenysporttal függnek össze. Volt már egyébként korábban válogatott mérkőzés, illetve torna Dunajvárosban? Természetesen, több alkalommal. Igen, tavaly rendeztünk például olimpiai reménységek versenyét, ez a 94-es korosztálynak szólt, 6 csapatos nemzetközi torna volt, ezt megelőzőleg természetesen a Dunajvárosi Főiskola Max Motors nevű vízilabda csapata nemzetközi tornán Becken és Lennen is részt vett. 2009-ben például Lenn ezüstérmet szerzett a csapatunk, 2003-ban pedig a Bajnokok Európa Kupáján szintén ezüstérmet. Tehát nem újdonság számunkra, hogy nemzetközi tornát szervezzünk, illetve az első Dunajvárosi Kupa nemzetközi tornából szeretnénk egy hagyományt kezdeményezni, és nagy örömünkre szolgálna, hogyha jövőre is megrendezhetnénk a Dunajvárosi Főiskola Kupát. A válogatott szempontjából ez egy újabb fontos erőpróba, és hát gondolom az egyesület, illetve a város szempontjából is az, hiszen illik jó házigazdája lenni egy ilyen rangos eseménysorozatnak, egy ilyen rangos tornának. Illik, és mi azok is leszünk. Jó házigazda módjára igyekszünk otthon tartani az első helyet ezen a vízilabda tornán is. Nagyon szorítunk a lányoknak. A hallgatóink is kint lesznek a meccseken, szurkolni fogunk nekik, oktatókkal, hallgatókkal, közösen, várossal, közösen igyekszünk, hogy sikeresen záruljon ez a torna. És hát az sem mellékes, gondolom, hogy lesz hazai játékos, lesz újvárosi játékos is a válogatottban. Három újvárosi játékos van. A Menzinger Kata, a Kashorsi és Miskolci Kitti. Ők ugye a barcelonai világbajnokság utazó keretében benne is vannak. És akkor ezek szerint elvárás is a válogatottól a győzelem, vagy legalábbis nagyon szeretnék Újvárosban, hogyha megnyerné a válogatott ezt a tornát? Szurkolunk nekik, ahogy az olimpikonjainknak tettük, nekik is szurkoltunk, szerveztünk kisebb szurkolói köröket, megmozdulásokat, ahol együtt szorítottunk nekik. Hát ez mindig így van. Egy családias hangulatú város vagyunk, egy családias felsőoktatási intézmény, családbarát munkahely. Én azt gondolom, hogy mindent bele, lányok, a mi hallgatóinkról van szó, hát kiknek szoríthatnánk, hogyha nem nekik. Ugye ez a válogatottnál a célkitűzés, meg persze a jó nyári szereplés a VB-n és az Univerziádén, de mi lesz jövőre a csapat elé kitűzve célul, milyen célokkal vág neki a következő idénynek a Dunajvárosi Főiskola? Idén a 2012-13-as Vodafone országos első osztályú bajnokságban a 3. helyezést ért el a Dunajvárosi Főiskola Max Motors női vízilabda csapata. Természetesen az aranyérem a célkitűzés, illetve az, hogy mindenképpen dobogon álljon a csapat. A tavalyi évhez képest változáson ment át a csapat, hiszen fiatalítottunk a kereten. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 4-5 felnőtt korú játékossal rendelkezünk a felnőtt keretünkben, a többiek pedig junior és ifjúsági korú játékosok. Van hová fejlődni természetesen, fiatalságukból adódóan még rutint kell szerezniük a tétmérkőzések lejátszásához, de úgy gondolom, hogy jövőre az ezüst vagy az aranyérem az
nem nagy célkitűzés, abban hiszem, hogy elvárható tőlük ez az eredmény. Tehát akkor döntő szereplés jövőre a cél? Igen. Igen. Köszönöm szépen, hogy nálunk jártok, sok sikert a hétvégi tornához, és persze mi is ott leszünk, hiszen élőben közvetítünk majd az eseményről. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.